Összességében nagyon jól sikerült a verseny. Első nap voltak az egyéni versenyszámok, amiben két versenyszámba jutottam ki. A szabadon választott gyakorlatommal és a tripla gyorsági versenyszámban is mindkettőben bronzérmet sikerült elhoznom. Második nap pedig a csapatversenyszámok voltak, ahol páros versenyszámokban és egy dupla köteles versenyszámban indultam, és a dupla köteles versenyszámban pedig ezüstérmet sikerült szereznünk. Arról mesélj talán nekünk még egy kicsit, főleg a laikusoknak, hogy ez hogyan működhet, hogy átversenyezti lényegében egy másik klub sportolójával. Hát igazából, mivel már nem klub színeiben indulunk az Európa-bajnokságon, hanem mint magyarok színében, a magyar egyesület, a magyar társaság színében, ezért igazából erre volt lehetőség, hogy a nemzetköziben így összeálljak olyanokkal, akiknek szintén hiányzott egy ember ahhoz, hogy abban a számon el tudjanak indulni, és azért így felkértek, és így el tudtam velük indulni. És elég jól sült el. Igen, nagyon jól sült el, és nagyon jól éreztük magunkat. De hazajöttél 3 éremmel a kötél kontinens tornáról, és utána vált rád még egy kihívás, ott mondjuk kicsit másféle tekervényeket kellett megmozgatni. Igen. Azt is hosszas felkészülés előzte meg. Volt egy felkészítő táborunk még július elején, és hétvégenként pedig Pesten voltak felkészítő alkalmak, ahol felkészítők segítették elmélyíteni a kémia tudásunkat is, és ezen kívül segítettek felkészülni erre a versenyre is. Hogy kerül ki valaki a tudományos olimpiára? Hogy kértek föl? Ez egy nemzetközi kémia torna volt, aminek volt egy válogatója még decemberben. Ide bárki jelentkezhetett, és ez alapból egy csapatverseny volt, ami kicsit nem olyan, mint a hagyományos kémia versenyek, mivel nem egy megoldó kulcs volt a feladatokra, hanem volt 12 feladat, és ezek egy nyitott végű kérdések voltak, amire még úgymond nem találtak a tudományos világban se olyan megoldást, és ezekre kellett nekünk válaszokat vagy megoldásokat találni, és ezt előadni és megvédeni a rivális csapatokkal szemben. Egész jól sikerült csapatban itt is. Ezüstérmet szereztetek, de emellett úgy olvastam, hogy neked van egy egyéni érmed is. Igen, sikerült egy egyéni bronzot is szerezni, de ez elsődlegesen egy csapatverseny volt, és az volt a fő, hogy a csapatban bejutottunk a döntőben, és ott is egész jól szerepeltünk. Végül adja magát a kérdést, hogy aki ilyen nagy hangsúlyt fektet a sportolásra, hogy kontinens tornán vesz részt, annak hogy van még ideje maga szintén űzni mondjuk a kémiát? Hát igazából szerintem ez... Főleg a szenvedély visz engem mindkét dologban, a sportban is és a kémiában is, mivel én nagyon-nagyon szeretek sportolni, de emellett nagyon szeretek tanulni, és főleg a kémiával foglalkozni is. A kémia felé tanulnál is tovább, ugye 12-es vagy, talán most végzel, hogyha jól tudom. Igen, a kémiával szeretnék tovább tanulni, és a kutatásban szeretnék elhelyezkedni későbbiekben.